Hát ahogy Péter mondta, elég sok helyen jártam nyelvet és nyelvészetet tanulni, mert ugye eredetileg matematikus vagyok. Tehát Szegeden végeztem matematikát, nagyon jó iskola volt, és sok véletlen egymás utánjának köszönhetem a nyelvészet belőlem. De hát ugye több mint 10 évig az Akadémia Számítástechnikai Központjában számítástechnikusként nyelvészkedtem. Aztán átkerültem a Nyelvtudományi Intézetbe, ahol nem hagyományos nyelvészetet csináltam sokak csodálkozására, mert ugye nem ez volt az általános. Most ugye két dolgot mondanék az előadás előtt, ami éppen most izgat, mert ugye az nem kerülhet be egy előadásba. Mi az, ami engem most foglalkoztat? Hát egyrészt mindig találok a magyar nyelvben olyasmit, ami nagyon sajátos. És ugye ennek a minden oldalát ugye megnézve, a kérdés ugye mindig az, hogy hogyan magyarázható, vagy mi ennek a háttere. Ugye az egyik, ami általános, az a itt-ott előfordul más nyelvben is, talán a németben inkább, de ritka, nem olyan általános, mint a magyarban. A névelőtlen tárgy plusz ige szerkezet. Tehát újságot olvas, levelet ír, és így tovább. Ez nem ugyanaz, mint egy levelet ír, mert ha levelet ír, többet is írhat. Most ezzel van elfoglalva. Mert most ugye a kérdés akkor az, hogy mikor lehet ilyesmit mondani, és mikor nem. Na most kiderült eddigi vizsgálódásaim alapján, hogy akkor megy jól, hogyha egy intézményesült, általában elfogadott tevékenységről van szó. Az, hogy cédulát ír, nagyon kérdéses. És lehet folytatni, tessék kipróbálni. Tehát egyik dolog az, hogy mit jelent az, hogy intézményesül. Egy külön probléma, ugye, és ide már belejön maga a társadalom is, persze. Aztán ugye a második kérdés az a disztribúció, tehát milyen igék engedik meg ezt a szerkezetet. Nem minden igen. Tehát már eleve például ugye az állapotigék nem, tehát amikor egy állapotról beszélek, akkor hát ugye ott nincs is tárgy általában, de ha van, akkor egészen más jelent. Tehát én mondhatom azt, hogy fiút szeret, mert az egész más jelent, ugye. Tehát nem a szeret igének az eredeti jelentése. Tehát állapotigét nem lehet használni. Tehát a disztribúció akkor a kiinduló alap, a második oldala a dolognak vele. Ez az intézményesülés. Ez hogy jön létre? Hát ez az egyik dolog, de van egy kicsit távolabbi probléma is, amire nemrég bukkantam rá újból. 69 novemberén, szeptember elején mentem én Svédországba, meghívtak professzornak a Stockholmi Egyetemre. Na most akkor lett Olof Palme miniszterelnök. Rádió és TV beszédében azt mondta mától kezdve, én mindenkit tegezni fogok. Igen. Most ezt miért mondta? Hát ma úgyis össze-vissza mentek a dolgok, hogy tegeztek, hol magáztak egymás az emberek. Most ennek van egy nyelvi oka, nagyon bonyolult szerkezettel lehetett csak megszólítani embereket. Tehát a magázás az vagy bonyolult volt szerkezetileg, egyébként tessék gondolni, a magyarban is az ön maga, még az ön. Szóval nem működik igazából jól, kivéve mondjuk hivatalos kontextusban, nálunk sem. Hát ott aztán pláne nem működött jól, mert a önnek megfelelő vagy magának megfelelő svéd szó,
az nagyon alacsony létegéki esetében volt csak használható. Mert ugye akkor egyetemen, hogy szorítjuk meg a kollégát, vagy egy idősebb urat, szóval nem ment. Tehát voltak nyelvi okai, és hát persze, hogy ez a bizonyos ugye, társadalmi háttér, ami közre játszott. És engem még megkérdezték akkor a prefektus, tehát aki a tanszékért felelős volt, hogy a diákok engem most már tegezhetnek, vagy nem? Mondom, tegezhetnek, hát nekem az nem volt. Érdekes, hogy a dánoknál, norvégoknál ez a probléma nem merült fel. Azért nem, mert svédre sokkal konzervatívabb társadalom volt. A dánok már korán lerázták magukról a különböző kötöttségeket, nyelvileg is, és áttértek a tegezésre. Tehát nem is kellett egy miniszterelnök hozzá, hogy ez bejelentse, hogy most tegezni fog mindenkit, hanem magától megtörtént ez a változás. Első világháború után valamikor tól kezdve folyamatosan. Igen, de ugye Stockholmban egyrészt, hogy ez a konzervatív társadalom megkívánta azt, hogy a formákat tartsuk szépen be. Tehát be kellett jelenteni, be kellett vezetni, és ezért ugye az egyetemen is ugye ezt a nekem kellett engedélyeznem azt, hogy engem tegezhetnek. A baj ott kezdődött, voltak német és francia tanítványaim is. Most amit nem értettek meg, az, hogy a kontextus egészen más lett, a svéd tegezhet, de francia nem. Tehát a francia tanítványom nekem nem mondja azt, tu fais quoi, hanem mondja szépen vous. És ugyanúgy a német nem mondja ezt, hogy du, hanem mondja ezt, hogy zi. És mondja csak szépen, Herr Professor. Tehát a társadalmi háttér a fontos. Svédországban lehetséges volt, Németországban nem, és a Franciaországban pláne nem. És akkor ahhoz a 68-as forradalom kellett, hogy diákmozgalom. Kialakult az egyetemeken egy bizonyos ügye, informális ügye. Rendszer. De olyan gyorsan ez nem ment végbe. De most engem az izgat, hogy tulajdonképpen miért nem foglalkoztak a svéd nyelvészek ez a két dologgal. Tehát egyrészt az, hogy annyira kultúra specifikus, hogy nem lehet átvinni más nyelvre, tehát egy más nyelvet beszélő nem mondhatja automatikusan, nem használhatja a tegezést. Akkor, hogyha a saját nyelvén beszél, de ha áttér svédre, akkor használhatja. Más a helyi értéke nyilvánvalóan. De ennek ugye az okait fel kell tárni, és előkerült a régi irataim között a rendezés közben, ugye az, amit én akkor kaptam és olvastam, nem voltak igazi elemzések, amik ennek a hátterét feltették volna. És főleg nem tért ki senki arra, hogy itt nem csak svéd nyelv létezik, hanem létezik francia is, és német is, és más nyelv is, ahol nem olyan egyszerű a dolog. Tehát ez a két terület, ami most pillanatilag foglalkoztat, de hát nem ezekről akarok beszélni, hanem tulajdonképpen olvasmányaim és egyéb kutatásaim alapján sok mindent mozaikszerűen fogok felsorolni, ami a nyelv és társadalom kölcsönhatásaira vonatkozik. Na most nézzük meg, hogy melyiket kell itt. Tartsam ezzel. Igen. Biztos akarok itt menni. Tehát ugye egy közhely, hogy nyelv nincs társadalom nélkül. Ja, most ez. Ja, értem. A társadalom nincs nyelv nélkül. A nyelv létrejött a bizonyos fokú társadalmi szervezettséget tételez fel, és a társadalmi szervezettség csak hathatós kommunikáció révén jöhet létre. Tehát egy magányos ember soha nem fog
nyelvet megtanulni, nem találkozik senkivel és nem kommunikál. A társadalmi változások tükröződnek a nyelvben, hát szóhasználatban az triviális. A nyelvi változások azonban nem föltétlenül társadalmi változások következményei. Hát egy ilyen pszicholingvisztikai esetet említenék itt. Ugye ezt már régen megállapították, hogy a magyar nyelvben a jaje birtokosra terjed az ha-e rovására. Most legjobban ezt úgy lehet megállapítani, mert elővisz egy régi szótát. Ugye általában felsorolják a rakokat, és első helyen mi szerepel. Na most egy 30-as évekbeli szótárban a vad esetén az áll, hogy vada, és nem vadja. És a kertnél az áll, hogy kerte, és nem kertje. Ma senki nem mondja ezt, hogy kerte. Ugye? Tehát, és sok ilyen példát lehet találni, tehát nem kell más csinálni, elővenni. Mivel ezek interneten is hozzáérhető digitálisan, tehát elég könnyű megtalálni azokat az eseteket, ahol másképp regisztrálták a végződéseket. Jó, hát ezt megállapítjuk akkor, hogy a jaje terjed az a elrovására. Kérdés az, hogy mi lehet ennek az oka? Na most itt jön a nyelvész, és egy kicsit a nyelvpszichológia. Mert ugye kiderül, hogy ha jobban megnézi az ember, akkor a jajjának van egy óriási előnye az ajjával szemben. Mi az? Tehát ugye kertje, ott a tét teljesen elrontja. Tehát ugye a szótagolás az kerte, vagy kertje. És a kerte esetében a te az nem mond semmit, a te az viszont tudjuk, hogy mi. Tehát itt a szótagolás az transzparens lesz, tehát a minden szótag az magában foglalja a végződést is, ugye ilyen esetben. Most hol jön ide a pszichológia? Hát az, hogy okos ugye, pszicholingvisták ugye, kiderítették az különböző kísérletekkel, hogy a szótag szerkezethez köthető végződések sokkal könnyebben dolgozhatók fel, tehát megértésben is és produkcióban is. Most ez egy óriási előny, most ez az előny lehet a magyarázata annak, hogy miért terjed. Ugye ezen nincs bizonyítva, lesz a terjedés, de egy érthető magyarázat adható rá. Most a nyelvi változások forrásai lehet külső hatás, ugye kontaktus, az úgynevezett kontaktus nyelvészet ma már egy óriási terület, és ennek számos problémája van, amivel foglalkozni lehet. Belső strukturális kényszer, hát ilyen ugye az a előbb említett jaje, ahe, társadalmi változások, hát gondoljunk arra, hogy mennyit változott a magyar nyelv az utóbbi néhány évtizedben, de mondhatok más példát is hozhatok. Ugye emlékszem talán még arra, akik ismerték a német nyelvű irodalmat, amikor még két Németország létezett, beszéltek akkor egy NDK Deutschról. Tehát az NDK sok megpróbáltak egy NDK németet létrehozni. Nem csak szókészletben, az természetes volt, ugye más volt ugye, a helyzet eleve, minden esetben, hanem szerkezetben is. És hát olyannyira, hogy én akkoriban egy német tannyelvű gimnáziumban tanítottam, és tankönyvet is írtam a gimnáziumok számára. Igen, nem, de az enyém, az én németem, az egy österreichische Umgangssprache, tehát én az osztrák hatás alatt tanultam meg a németet, és nem a NDK, volgott NDK-től messze, közben volt még Csehszlovákia is. És akkoriban az volt a szokás, hogy a német gimnáziumban születő tankönyvek
németségét, nem osztrákokkal persze, hanem vendégásokkal ellenőriztették anyanyelvi szinten. Hát az én tankönyveimet visszadobták. Ez nincs németül. És hát szerkezeteket is kifogásoltak. Tehát a nyelvpolitika elvezethet oda, tulajdonképpen vendégások ezt szeretik volna elérni, hogy legyen jó messze a nyugat-német nyelvtől, szerkezetileg is. Akkor ugye gyermeknyelv az régi ismert példa, hogy a gyermeknyelv a hordozója a nyelvi változásoknak, csak nem mindent engednek meg a felnőttek később. Ugye tiltanak, helyesbítenek, de tulajdonképpen ugye régi anyagon láttam már, hogy angol gyerekeket vizsgálva, ugye a go vigyét, az good volt a multidáj gyerekeknél. Hát szabályos multidőt képeztek, és jóval később tanulták meg azt, hogy ez egy szab, az egy vent, tehát egész más alakú, formailag is más. De ott, ahol ezt nem csinálják meg, ott valami megmarad ugye a gyermeknyelvből, és ez ugye elindíthat egy változás. Ha nem erős a normától eltérés, és nem kap elég támaszt a kanonizált nyelvhasználat, akkor bizony megváltozik előbb-utóbb. Hát így jönnek létre a pidzsin nyelvek, és a, sőt, még bizonyos mértelemben a nyelvjárások is. És itt van a több nyelvűség, ami ugye tulajdonképpen szintén ennek lehet az oka, és hát igazából ma már tudjuk, hogy a világon több a több nyelvű, mint a nem több nyelvű ember. Tehát eleve nem felnőtt korukból tanulták meg, hanem úgy beleszülettek. Ugye Dél-Afrikában egy konferencián elbeszélgettem egy pincérnővel, egy csinos, fekete ifjú hölgy, és azt kérdeztem tőle, most, és egymással is beszéltek ott valamilyen nyelven. Szerintem, milyen nyelven beszélnek egymással? Hát hol ez, van ilyen, hol olyan nyelven? Tehát hat nyelvet használtak, mert hat különböző részből, ugye mind a hatot tudták. És akkor megtanulták az Afrikaanszt, és az angol az kötelező volt, úgyhogy, és a holland is kötelező volt, tehát holland, afrikaans és angol az iskolába tanulták, de hat nyelvjárás anyanyelvi szinten beszélték egymás között. Nem ritka, tehát. Most ennek ugye lehet kihatása a nyelvi változásokra is. Nos, az emberi nyelv létrejötte, erről sokan spekulálnak manapság és sok helyen. Szükség volt egy kommunikációt igénylő társadalomra, és természetesen az ember fejlett hangképző szerveire. És ma már ugye általánosan elfogadott nézet, hogy az Afrikából származunk, és amikor az ember elhagyta afrikai őshazáját, már tudott beszélni. Miért? Mert elhagyni egy területet szervezetten csak akkor lehet, ha van beszéd. Valamilyen beszédnek kellett lennie. Kommunikálni kellett tudni egymással, másképp nem ment. Na most a következő dia mutatja az emberiség vándorlását, ahogy ezt ma látjuk, vagy tudjuk. Ezen általában szoktak egy kicsit korrigálni mindig, ha jönnek újabb kutatások. Tehát itt látjuk, hogy Afrika valahol Közép-Afrika, de inkább keleti részéből indult el a vörös vonal. Krisztus előtt 50 ezer körül. Tehát ez volt az első nagy vándorlás, és nem ide, hanem Ausztrália felé. Na most, és egy ág jött, ugye hát ott az arab félsziget belenyúlik, és onnan egy világosabb ág
az 40 ezer éves, illetve van köztem még egy másik, ami 45 ezer évvel ezelőtti, ezek a becsült dátumok persze. És akkor ugye a lila az már Ázsia felé mutat, és akkor a sárga az még messzebb, és tulajdonképpen ugye Alaszka felől népesítette be Amerikát az ember, és nem Európa felől, és nem is Izland felől, bár ugye az izlandiak jártak ott elég korán. És akkor ugye Európa, az ugye Krisztus előtt 30 ezer körül ugye kék vonal mutatja, és részben ugye a zöld. Na most ugye azt is tudjuk, hogy a nyelv gazdagsága, tehát hogy milyen gazdag a nyelv, tükrözi a kultúra fokát, fejlettségét. Tehát például, ha egy nyelv lényegében hangok megkülönböztetéséből állnak csak, tehát A, E, I, vagy T, B, G, és ritmikai elemekből, kétharmadban, illetve igen, ilyen elemekből, akkor ennek megfelelő kultúra, a kultúrára a tánc és az ének jellemző. Ez a kultúra elterjedése a mezőgazdaság elterjedésével párhuzamos. A nyelv gazdagsága, igen visszatérve, tükrözi a kultúra fogát, tehát nyilván nem magas kultúra az, ahol csak ritmikai egységek vannak. Fejlettségét, ilyen, de ilyen, tehát ezt már mondtam. De most a taxonómiák, növények, élőlények osztályokba sorolása, gazdag szókészletet tételez fel, tehát ugye ez akkor nyilván a szókészlet már sokkal gazdagabb, és ezeknek a nyelv, minden nyelvnek, hogy ez a következő megállapítás, minden nyelvnek megvan a sajátos világlátása és kultúrája, ami az adott nyelv beszélőinek azonosságát, és ezzel más kultúráktól való megkülönböztetését biztosítja. A földrajzi elhelyezkedés most már, tehát ilyen sűrűsödési területek, ahol sok nyelvet beszéltek viszonylag sokan, az látjuk, hogy Afrikában ugye tulajdonképpen két helyen van, és utána már csak elszórtan, Dél-Amerikában egy helyen, és hát az Andok területén is van egy kis sűrűsödési terület. Észak-Amerikában gyakorlatilag nincs, csak egészen lent, tehát valahogy Florida felé, és Közép-Amerikában. Most ugye Ausztráliában csak elszórtan, és Afrikában is, illetve Ázsiában is. Most azt is tudjuk ma már, hogy a jelnyelv épp olyan effektív, mint a beszélt nyelv, és szerkezetileg ugyanúgy épül fel. Tehát van, ugyanúgy van morfológiája, halktana, van mondattana, van jelentéstana, csak ezt eddig nem nagyon tudtuk, illetve most már egy pár évtizede tudjuk. Itt egy példát említek, hogy Ausztráliában találtak egy olyan népet, ahol felváltva használnak jelnyelvet vagy beszélt nyelvet. Tehát tudnak rendesen beszélni is valamilyen nyelven, de jelnyelvet is tudnak használni. A jelnyelv bizonyos tabuk elkerülésére szolgál. Ugye ez is érdekes, hogy egy társadalmi berendezkedés mindenütt vannak tabuk, és a tabukat el kell kerülni, tehát ugye mi, nálunk is vannak tabuk, és mi is elkerüljük őket valahogy. A másik példa, a Negev sivatagban él egy olyan halláskárosult beduintos, amely saját jelnyelvet fejlesztett ki. Tehát csak ők ismerik azt a jelnyelvet.
Aztán olyasmik is vannak, ugye az Amazonas folyóvidékén élő pirahák. Pirahákról sokat szoktak írni a nyelvészek, mert sok érdekességet mutatnak. Hát itt most csak a kommunikációról van szó. Különböző módon tudnak kommunikálni, éneklik a nyelvet, ha valami újat akarnak közölni. Dúdolnak, ha kisgyermekhez beszélnek, fütyülbe beszélnek vadászaton, hát hogy fütyülbe hogy lehet beszélni, nem tudom, de biztosan lehet. Ugatva beszélnek, amikor esik az eső. Nyilván jobban lehessen hallani, talán a beszédet. Tehát a pirahák nagyon érdekes képet mutatnak ebből a szempontból. A nyelvek eloszlása egyenetlen. 7 milliárd ember beszél 7000 nyelvet. De a nyelvek felét 7000-nél is kevesebb ember beszéli. A legváltozatosabb nyelvi képet Óceánia mutatja. 6,6 millió lakosra 1311 nyelv jut. A változatosság a nyelvi kontaktus fokával függ össze. Most beszélünk makronyelvekről is, olyan nyelvcsoport esetén, melynél nem dönthető el, hogy egy adott nyelv nyelvjárásairól vagy önálló nyelvekről van szó. A politikusok nem mondanak makronyelvet, hanem a szervet mondanak, és horvátot. De az a szerb-horvát egy makronyelv. Hát kétféleképpen írják, kétféle vallás, de azért ez ugyanaz a nyelv. Tehát a szerb-horvát volt régen nálunk, de hát most nem szabad használni, mert vannak szerbek, horvátok. De ez egy makronyelv. De makronyelv a kínai is, ott szabad használni. Ugye? Az arab, a mongol, a kurd is. Most van egy katalógus, az etnológnak hívott katalógus, jelenleg 7102 nyelvet tart számon. Tehát ezek élő nyelvek, már többé-kevésbé élő nyelvek, mint ugye látni fogjuk. Ez az interneten hozzáférhető egyébként az etnológ. Ezek tovább szokták osztályozni, vannak intézményesült nyelvek, államnyelvek, számuk 578, tehát nem olyan sok a 7102-ből. Vannak fejlődő nyelvek, ahol hatásos a nyelvpolitika, észrevehető gazdasági, politikai fejlődés van, és ezért ugye ezeknél nem kell félni attól, hogy eltűnnek. Ezek száma 1598, milyen etnológból ez kiolvasható. Vannak erős nyelvek, nem veszélyezteti őket a kihalás különböző okokból, ennek földrajzi okok is lehetnek meg. A nemzeti öntudat például, és hát ugye 2400 az elég szép szám. Vannak bajban lévő nyelvek, az azt jelenti, hogy egyre kevesebben beszélik, de azért még működik. 1531, és vannak kihalóban lévő nyelvek, ahol már nincs nagyobb nyelvi közösség. Tehát egy-egy embert lehet még találni, talán. És főleg idős beszélők, de ezek nyilván kihalóban lévő nyelvek, és el is fognak tűnni 918. Most vannak ugye pessimista nyelvészek, mik azt mondják, hogy nem tart sokáig, és már csak 2000 nyelvet fognak beszélni. Nem lehet tudni, sok mindentől függ. Most az egzotikus nyelvek vizsgálata, sok modern nyelvész is képes ma már arra, hogy elmenjen elmélettel foglalkozott adni, de fogja magát, és egy-két évre elvonul valamelyik egzotikus országba, ahol egzotikus nyelvet tanulmányoz és társadalmi rendszert. Ugye Ausztráliában 389 nyelvet regisztráltak,
de közülük csak néhánynak van 500-nál több beszélője. És nehezen különböztetők meg egymástól a nyelvek. Társadalmi szervezettség is igen sajátos. Ezek a majátiból épül fel, és minden majátinak megvan a saját lakóterülete, nyelve, tulajdona, világnézete. Tehát minden ember valamelyik majátiba tartozik, minden férfi egy másik majátihez tartozó feleséget választ, a feleség a férfihoz költözik, és ezzel a férfi majátiához fog tartozni. A gyerekek viszont az apa majátihoz tartoznak, így minden generációban egy teljes majáti váltás következik be. Tetszik ezt érteni? Szóval ez tényleg egy bonyolult váltakozó rendszer, de működik. A 389 nyelvből 177 nyelvet már nem beszélnek. További 141 nyelv eltűnőben van. A közel 20 millió bentszülöttből, Ausztrália, csak 36.800 beszél egy bentszülött nyelvet. Tehát ez ilyen nagyon kevés. Na most mi mindent lehet ugye nyelvi közösségekkel, mi minden történhet. Most egy afrikai Észak-Kamerunból egy Galim nevű falu, 3000 lélekszámú faluról van szó, ahol 5 különböző nyelvet beszélnek, és itt föl is sorolom őket, a Nizá, Fulani, a Hausa, Hausáról sokat szoktak élni a nyelvészek, mert ebből sok érdekes tulajdonsága van, a Csamba és a Kunári. De most a Kanurik, Kunárik tulajdonképpen, a Fulaniakkal a falunak ugyanabban a részében laknak. Egy átlag kameruni legalább 4 nyelven beszél. A Fula és Hausa a lingua franca, és franciául beszélnek az iskolában, a hivatalokban és a rendőrségen. Tehát itt van ugye egy érdekes falu, társadalmi szervezettsége is érdekes, de nyelvileg szerveződik a nyelvek szerint. A nyelvrokonság megalapítása az ma a genetikai eszközöket is használunk. Ugye mitokondriális DNS-t csak az anya örökíti tovább, az Y-kromoszoma pedig csak férfiaknál található. De most a vizsgálatok azt mutatták, hogy Polinézia, most ebből a szempontból érdekes nekünk idéznünk ezt a ismert ugye, a genetikai összefüggést, hogy Polinézia lakói apai ágon közelebbi rokonságban állnak Melanézia lakosságával, mint a Fülöp-szigetek és Tajvan lakosságával. Anyai ágon viszont fordított a helyzet. Tehát ilyeneket meg lehet ma állapítani. Ha egy nép a későbbi időkben két különböző helyen él, akkor az a hely, ahol nagyobb a genetikai változatosság, az őshíb. Mivel Afrikában nagyobb a genetikai változatosság, mint az Afrikán kívüli területeken élőknél, az ember valószínűleg Afrikából származik, ugye ez az Ausztrália őslakóiról hasonló meggondolások alapján megállapítható, hogy Tajvanból származnak. Most ez egy érdekes megállapítás, mert a köztudatban Tajvan egészen másképp szerepel ma is még. És ha Tajvanról beszélünk, akkor a kínai-tajvani nézeteltéréseket a kezünkbe talán. És azt is tudjuk, hogy két nagy expanzió ment végbe keleten, távol-keleten, illetve Dél-Kelet-Ázsiában volt az egyik, az ausztronéz expanziónak hívják, és 4 fázisban ment végbe, Krisztus előtt 3000-től Krisztus után 1300-ig. Sokféle nép keveredéséhez vezetett, és benépesítette a csendes óceán szigetvilágát. Afrikában a Bantu expanzió 2 fázisban történt, Krisztus előtt 1000-től 500-ig,
és Krisztus után 500-ig, 500-tól a második. És látjuk itt a következő dián a Bantu expanziónak, a Bantu terjeszkedésnek a vonalát, és ugye az eredete is ott van, ugye a... és látjuk, hogy mentek kelet felé és dél felé. Nagy különbség van ugye a melanéziaiak és a polinéziaiak között társadalmi szervezettségük tekintetében. A melanéziaiak kis csoportokat alkotnak állandó lakhelyjel, és sokféle nyelvet beszélnek. A polinéziaiak ezzel szemben nagyobb közösségekben élnek, és kevés nyelvet beszélnek. A melanéziaiak csak olyan szigetre hajóznak, ami látható a partról. A polinéziaiak a csillagok járását figyelik, tehát messzebb is eljutnak. De hát tessék megmagyarázni, hogy miért van így. A polinéziaiak szerint, ha egy sziget egy éjszakai hajózással elérhető, akkor ezen a szigeten hasonló nyelvű közösség található. Ha viszont ennél hosszabb időre van szükség, akkor a szigeten más nyelvet beszélő emberek élnek. De most ennek a óriási expanziónak, egész kelet vándorolt nyilván akkor, 300 millió beszélő volt a részese, és 1151 nyelv volt az eredmény. Az ausztronéziai expanzió Tajvanból indult. Tajvan lakossága genetikailag, kulturálisan és nyelvileg nagy változatosságot mutatott. A hegyi lakosoknál patriarchális, a völgyben élőknél matriarchális társadalmi berendezkedések jöttek létre. Hát ilyen földművelés kapcsán. Az 1700-as évekig Tajvanban 12 különböző nép élt, tehát nem kínaiak. 1700-as évekig. A Tajvanban beszélt nyelvek 9 nyelvcsaládhoz tartoztak. A kínai csak 400 évvel ezelőtt vált Tajvan uralkodó nyelvévé. Tehát azért a történelem kicsit más mutat, mint amit a politika mond. Az emberi nyelv rövid története szerepel itt a következő dián. Ugye ezt én átugornám most, mert ez mindenütt megtalálható. Viszont nagy különbség van a kis és a nagy nyelvek között. A kis és nagy nyelvek közti különbség modern emberek életével, társadalmi berendezkedésével függ össze. Első ugye modern emberek gyűjtögető, vadászó, halászó emberek voltak, kis csoportokban éltek, és állandóan vándoroltak. És egy csoport legfeljebb 60-100 emberből állt, egy adott nyelvnek is lehet legfeljebb 100 beszélője lehetett. Tehát nincs olyan nagy különbség az ausztráliai benszülött nyelvek mai állapota és a eredet között. Nagyobb népességű csoportok kialakulása a mezőgazdasággal és az azt feltételező állandó lakhelyjel és a letelepedéssel függ össze. Ekkor jönnek létre a nagyobb nyelvek is. A ma ismert nagyobb nyelvcsaládok, 22 nyelvcsalád, mindegyik több mint 1 millió beszélővel, a mezőgazdaságnak köszönhetik létüket. Minél kiterjedtebb egy nyelv, annál erősebb a nyelv egyszerűsítésére irányuló tendencia. A kis nyelvek beszélői szociológiailag gyakran egységes képet mutatnak. Mindenki mindenütt mindenkit ismer. Az ilyen nyelvekben sok minden implicit maradhat. Gazdag morfológiai szerkezettel rendelkeznek. Sok az idióma. Új elemek könnyebben válhatnak általánossá, és könnyen rögzülnek.
De most erre már beszéltem egy kicsit, ugye ezt is átugornám. És csak annyit, hogy a második pont, hogy a változások akkor is bekövetkezhetnek, amikor kanonizált, normatív nyelvhasználatot már írott formában rögzített, és ami általános követelménynek számító nyelvváltozat létezett. Tehát kanonizált nyelv volt a szanszkrit és a latin, és mégis léteztek változatok. Erről leginkább ugye a latin esetében a vulgáris latin tanúskodik. Vulgáris latinnak annyi változata volt, mint ahány régió volt a római birodalomban. Tehát nem a tacitusi latin nyelvet beszélték, hanem a vulgáris latint. Ennek a kutatás egyébként most kezdett csak fellendülni néhány évtizede, a vulgáris latin, mint külön tudomány. Na most, ha van írott anyag, akkor egy kihalt nyelv is újjáéleszthető. Ugye japán ősi nyelve az Ainu, ma már van Ainu egyetem, és egy kihalt nyelv volt. Hokkaido szigetén, ugye sok Ainu beszélő van ma már. Az izlandi, ugye, ami kihalt nyelv volt, és ugye szerzetesek vitték oda az ősi nyelv kéziratokat, tehát volt ilyen. És ugye a modern skandináv nyelvek ismeretében elkezdték újra alkotni az izlandit, és ma az izlandi egy élő nyelv. És tulajdonképpen a héberrel is eltörtént, ugye a modern héberrel. Hát nem volt héber nyelv 200 évvel ezelőtt. Tehát a nyelvpolitika segítségével egy kihalt nyelv is újjáéleszthető. És hát itt visszatérek, ugye erre. És el is távolíthatók persze egymástól a nyelvek nyelvpolitikával. Olyanra is van példa, hogy egy nyelv mindenféle nyelvi kontaktustól mentesen, teljesen elszigetelten él és virágzik. Tehát nem kommunikálnak egymással. Ez tényleg egy társadalmilag is egy rendkívül érdekes eset. Ez a Vanuatu új hebridák területén élő népekről van szó. Ezek a Torres-es Banks-et angolul mondják szigetek. És a változatosság éltetője a kulturális identitás megtartására való törekvés. Nagyon ragaszkodnak a identitásukhoz. És itt vannak ezek a szigetek, tehát Vanuatu-tól északra 3000 éve léteznek ezek a nyelvek körülbelül is, külső kontaktus nélkül. Tehát persze nincs tévéjük sem. Ugyanakkor mutatnak olyasmikre, ami nyelvészetileg érdekes a nyelvészek számára, hogy azonos a grammatikák, a grammatikájuk, csak a szókészlet különböző. De hogy lehet az, hogy létrejönnek olyan nyelvek, hogy azonos grammatikát is visznek tovább, de a szókészlet nem azonos. Hát itt a Torres Banks nyelvekre van példa, ahol magánhangzókat is földolgozták ma már. De most a nyelvek sokfélessége, változatossága egy olyan társadalmi egyesség eredménye, mely szerint minden egyes falu olyan kulturális identitást képvisel, amely egyértelműen megkülönbözteti a szomszédos falaktól. A kulturális identitásra való törekvés kihat a nyelvek magánhangzók rendszerére is. És ez tehát attól lesz, és a Banks-sziget beli nyelveknek a sajátossága. A beszélhetni még konvergenciáról, tehát vannak areális hatások, ugye, ami azt jelenti, hogy ezek nem rokon nyelvek, sokszor nem is szomszédos, közvetlen szomszédok, de bizonyos kölcsönhatások mégis tetten érhetők. A konvergencia egy ismert példája, ezt talán azért érdemes megemlíteni, mert a románok, nagyon román nyelvészek még ma is tiltakoznak a
balkán Sprachbund ellen, tehát hogy nincs ilyen balkán egyezség. Na most itt a következő van szó, ez a Balkán Sprachbund, amit már 100 évet tudnak a nyelvészek, hogy ez létezik. A macedón, bolgár, albán, román, új görögre és néhány más nyelvre vonatkozik. A csoport kialakulása középkorban kezdődött, amikor a délszlávok a Balkánra érkeztek, és a török uralom alatt szilárdult meg. Most ezeknek nyelvi mutatói vannak is. Ezt ugye a románok se tagadhatják. Nincs főnév, igennév. Tehát lenni, menni, és így tovább nincs. Jövő idő képzéssel csak partikulával történhet. Tehát mint a magyar fogok, ugye fogok menni. Csak magyarul ezt már nem nagyon használjuk. Összetett múlt időben a HBO ige szerepel is, nem az esze. Tehát mint a németben, mi a Haben is, nem a Sein. Határozott név elő a főnév után eltett víg artikulus. Tehát nem előtte, hanem egyébként a skandináv nyelvekben is az van, de nyilvánvalóan ez nem a balkáni hatásnak köszönhető, hanem egész más fejlődés eredménye. A genitívus és a datívus azonos alakú, de most ilyen ugye németben is található, dél-német nyelvjárásokban, dem Vater sein Kind, tehát nem azt mondják, des Vaters Kind, nincs genitívus, dem Vater sein Kind. És hát ugye a balkán Sprachbund nyelveiben eltűnt a különbség a genitívus és a datívus között. A középfok előtaggal fejeződik ki, ugye a szlávban a náj, nájboleje, nájlepse, lengyelül. És a magyarban a leg. A tárgy esetre a mondatban a személyes névmással utalunk vissza, tehát nem az őtnek megfelelő névmással. Tehát, de ilyen bonyolult areális összefüggéseket találunk Kelet-Európában más vonatkozásban is, amiben magyar is egy kicsit bele esik. Tehát például ugye a ige kötőknek a kérdése az sokszor nagyon hasonlít a szláv nyelvekre, hogy a magyar nyelvészek erősen tiltakoznak a szláv hatás ellen, de azért tetten érhető a párhuzam legalább. Hát, ezek ilyen nyelvészeti mozaikok voltak, most egy kicsit túl hosszúra nyújt, és ezeknek a végére értünk. Köszönöm a figyelmüket!